A folytatásban pedig röplabda, mert hogy szép sikereket ért el a Vasvári Pál Gimnázium csapata, Szekér László és Földi Boglárka a vendégünk, akiket szeretettel köszöntünk. Ugye hazai rendezésű diákolimpiai döntő volt, és sikerült ott lenni a fináléban. Ezüstérem, most már tudtok örülni az ezüstnek, vagy van még azért bennetek csalódottság? Hát én igazán első perctől kezdve nagyon örültem, hiszen a lányok mindent megtettek a döntőbe, nagyszerű játékkal, küzdeni akarással. Én nagyon büszke vagyok rájuk, és én csak gratulálni tudok nekik ehhez az eredményhez. Ugye nem titok, beszélgettünk a döntő előtt, és akkor mondtátok, hogy de jó lenne oda jutni a fináléba. Hazai verseny, sok hazai szurkoló, családtagok, stb. Végül is ez ilyen szempontból teljesült. Hogy éltétek meg ezt a döntőt? Igen, hát a célt azt így sikerült elérnünk, mert ugye az első négy közé mindenképpen beszerettünk volna jutni. De hát nyilván, hogyha már a döntőbe bejut az ember, akkor ott is csak a győzelem jár a fejében. Nagyon szerettünk volna győzni, és tényleg mindenkin azt láttam, hogy tényleg nagyon szeretné, ha sikerülne. Sajnos nem sikerült. Az ellenfélcsapat is nagyon ügyesen játszott, de én úgy gondolom, hogy mindent megtettünk azért, hogy a legjobb helyezést érjük el, amit tudtunk. Hát te nem unatkoztál azért ezen a döntőn. Részben mondhatjuk azt, hogy talán ennek a finálénak helyi szinten az arca is voltál, sajtótájékoztató, aztán neked kellett mondani az esküszövegét is. A többieknek nem izgultál, hogy ott ki kellett állni azért több száz diáktársad elé? Hát bevallom, azért izgultam nyilván, mondták is a lányok, hogy azért a lap az eléggé remegett a kezembe. Hát reménykedtem belőle, hogy nem látszott távolról, de mint kiderült, igen. De úgy voltam vele, hogy hát most max elrontom, akkor a fiúk megtréfáltak, nyilván hallottam, hogy a Földi Boglárka után mindenki Földi Boglárkát mondott, de szerintem ahhoz képest egész jó volt. Előtte egy pár nappal meg a Vasas ellen még játszottatok bajnokit. Az is furcsa lehetett, hogy ők meg ott ülnek a nézőtéren, csak most már egy budapesti gimnázium képviseletében, de ez mondjuk igaz a Szent Benedekre is, Békés Csabára is, tehát hogy azért voltak ismerősök, gondolom. Igen, igen, sok felnőtt játékos maradt, ugye itt például a Vasasból is ugye maradt itt játékos ugye az országos döntőre. Aztán hát nyilván így ismerősek voltak ugye az arcok, de hát találkoztunk már velük korábban, és tudtuk, hogy erős játékosok, és hogy a csapatot is ugye erősen képviselik. Öbben mennyire nehéz így összekovácsolni egy csapatot, hiszen azért vannak, akik a Fátumban játszanak, vannak, akik a Sportcentrumban játszanak, egyáltalán tudtatok közösen dolgozni, edzeni? Hát én úgy gondolom, ebben az évben volt most a legnehezebb, eddig egy kicsit gördülékenyebb volt. Nem is azért, mert nem segítik a munkánkat, hanem maximálisan, tehát Erdősné Balog Erika vagy Pampuk Csaba, hanem hogy három lány a felnőtt keretben edz, külön játékosok edzenek az U20-ba és az U17-be. Tehát ezért volt igen nehéz, de ők minden támogatást megadtak, és még sikerült azért közös edzést is tartanunk. Kicsit tartottál azért te is ettől, hogy mennyire fognak összeállni. De hát az első két meccs az azt gondolom megnyugtatott, nem? Hiszen az simán nyerte a csapat. Igen, simán nyerte, és azt kell elmondani, hogy nagyon motiváltak voltak a lányok. Köszönhető ez szerintem annak, hogy hazai közönség előtt játszottunk. Teljes telt ház, a mi oldalunkon telt ház volt. A Vasvári Pál Gimnáziumból a osztályok jöttek ki, osztályfőnökök, tanárok, a vezetőség minden mérkőzésen kint volt, és gondolom, hogy a családtagok, a barátok, és azért így játszani az plusz motivációt adott a lányoknak. És egy kicsikét úgy megnyugodtunk az első két mérkőzés után. Ti mit éreztetek a pályán, amikor azt láttátok, hogy milyen sokan vannak? Hát nyilván nagyon jól esett ez a sok támogatás így kívülről. Én személy szerint meglepődtem, azt hittem, hogy kevesebben lesznek, de jöttek tényleg a tanárok, a szülők, barátok, mindenki. És hát szerintem azért nagyon sokat számított az is, hogy kívülről kaptuk ezt a sok támogatást, mert nem csak magam, de a többieken is azt vettem észre, hogy magabiztosabban játszottak, meg felszabadultabbak voltak. Ha jól tudom, akkor ez plusz pontokkal is jár felvételi szempontjából? Tehát a diákolimpiai szereplésnek azért van egy ilyen hozadéka is. Igen, igen. Most ugye idén változott ez is, minden egyetem magának ítéli meg, hogy melyik szakra mennyi pontot ad. Hát a Nyíregyházi Egyetem az amúgy most az legtöbb szakra, de főleg az ilyen sportosabb szakokra talán 40 pontot is ad, ugye az első négy helyezésnek. Tehát nem számít, hogy hanyadik lettél, csak az első négybe legyél benne, és akkor plusz pontot már mindenképpen kapsz. Akkor lehetett számolgatni, és igen, utána már, amikor ott voltatok a négy között, hogy ez az, akkor már ez plusz pontokat jelent. A Vasvárit ugye úgy azonosítják egyébként is Nyíregyházán, hogy elég sportos iskola, meg rengetegen járnak oda a Sportcentrum növendékei közül is. Számotokra azért az, hogy hazai rendezésű döntő volt, elvárás is volt valamilyen szinten, hogy ott azért ne szerepeljetek rosszul?
Hát mindenképp méltóan képviselni az iskolánkat, illetve a hagyományoknak megfelelően, de hát mi a hagyomány? Tehát minden évben országos döntő, és hát minden évben érem. Igaz, tavaly nem sikerült, mert a döntőbe kikaptunk. Készültünk is a visszavágásra Balatonfüred ellen, de igazán nem akarok én belemenni a szakmázásba, de a mi játékosaink, az a Móricz Zsigmond általános iskolából és a Bem József általános iskolából saját nevelés. A Balatonfüredbe egy kicsit összevásárolt, ha ez így jó szó, gyerekek, szerbek, illetve más egyesületekből, így tevődött össze a csapat. Mi mindent megpróbáltunk, tehát saját neveléssel, és mi nagyon-nagyon örülünk ennek az eredménynek. Te ugye belekóstoltál, hogy milyen az, amikor ki kell nevelni egy tehetséget, még a bemiskola időszakból, amikor tulajdonképpen rád voltak bízva ezek a tehetségek, és jó néhány ilyen játékosod volt. Jó érzés ilyenkor visszagondolni, amikor még ők voltak mondjuk picik, és aztán eljutottak egy magasabb szintre, extra ligába válogatott szintig? Hát én azt hiszem, hogy nem kell messze menni a két ő mellettem, Földi Bogi, ő volt harmadikos? Harmadikos volt, amikor utoljára voltam a Bem József általános iskolába évben, mert utána mentem el, tehát én 8 éve vagyok a Vasvári Pál gimnáziumba. Hát nagyon-nagyon jó érzés, és nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy ezek a gyerekek, ha nem is a legmagasabb szintig, tehát az is óriási dolog, de ha megmaradnak a sport mellett, és sportolnak, és röplabdáznak, akkor az már nekem nagyon jó érzés. Soha nem fordult meg a fejedben, hogy ó, hát én most elment Böbenéni is, most már abba hagyom a röplabdát esetleg, vagy valami mással foglalkozok, vagy nem fér már be a tanulás mellé? Hát igazából bevallom őszintén, voltak nem olyan gondolataim, hogy abba hagyom, de hogy kicsit már néha úgy éreztem, hogy terhel az egész, de volt, én például régebben táncoltam is, és akkor nekem azt mondták a szüleim, hogy látják, hogy ez sok egyszerre voltak az edzések, a próbák, hogy válasszak, és én ott is a röplabdát választottam, meg nyilván mindegyik edzőm, köztük Böben én is mindig azt mondta, hogy folytassam, csináljam, meg tényleg látták rajtam is, hogy szeretem, meg én is azt éreztem, hogy nem feszültséget okoz bennem, hanem hogyha lemegyek egy edzésre, az akkor megnyugtat, és az az, amit várok a nap végén, hogy na, végre itt vagyok. Szóval igazából volt olyan, hogy megfordult a fejemben olyan, hogy vajon mi lesz, vagy hogy esetleg lesz-e valami, de szerintem jól döntöttem, hogy mindig tovább mentem és maradtam. De amikor megjön egy-egy sikerélmény, például a felnőtt csapatnál, vagy akár ez a diákolimpiai helyezés, akkor meggondolom, hogy az jut az ember eszébe, hogy na hát megérte az a sok munka, és jaj, de jó, hogy nem hagytam abba. Voltál te ászkirálynő is rögtön itt a bajnokság elején, ha jól emlékszem, akkor kikiáltottak, és kaptál egy ilyen titulust, aztán talán egy picit kevesebbet játszottál, most meg megint jön majd a lehetőség, úgy tűnik, ugye sérülés miatt is, meg most jön majd a hajrá. Ilyenkor az embert ez pluszban motiválja, hogy számítanak rá a többiek? Igen, személy szerint engem nagyon motivál, meg én magamtól is elvárom azt, hogyha tudom, hogy már képes voltam rá egyszer, akármire, akkor tudom, hogy ezt meg tudom csinálni, meg tényleg nagyon sokat segítenek ebbe a lányok is, a csapat, az edző, mindenki. Szóval szerintem, hogyha én is mindent oda teszek, és nagyon odafigyelek, akkor ezzel sem lesz gond. Bőven, neked mennyire nehéz az életed olyan szempontból, hogy itt vannak ezek a tehetséges játékosok, de hát ők most el fognak ballagni, és aztán jövőre kezdhetsz egy új munkába, megint egy új csapatot kell majd építened. Hát, ahogy a lányok elballagnak, úgy elballagok én is, Vasvári Pál gimnáziumból, de én építem a jövőt, mert a Zerg Zoltán általános iskolában 2 csapatom van, egy manó és egy szupermini, és most velük is dolgozom. Tehát akkor maradsz a röplabdánál, csak átteszed a székhelyedet most egy másik kiskap, és megint vissza a kicsikhez? Megint vissza a kicsiknek, hát lehet, hogy egy kicsit ez hátsó szándék is, hiszen akár az unokám, vagy akár régi röplabdásoknak a gyerekei is járnak az iskolába, és velük elkezdtem az edzést már tavaly. Ez milyen furcsa, hogy akkor ezek szerint anyáról leányra száll ez a szenvedély, vagy apáról fiúra, és tényleg azt látom, hogy a mérkőzéseken is nagyon sok egykori röplabdás van ott, és hozza a gyereket, akik a meccs végén ott maradnak, és játszanak egy picit, tehát már kvázi ebben a közegben nőnek fel? Mindenképpen így szeretnénk, hiszen otthonról már megfelelő támogatást kapunk, és ha a szülő nem áll mögöttünk, akkor a gyerekek sok minden felé elcsábulhatnak. De ha a szülő már kiskorától kezdve kihozza a mérkőzésre, ha már irányítja hozzánk, támogatja, akkor
szerintem megmarad a röplabdánál. Mennyivel jobb az, te mit tapasztalsz, akár mint nagymama is, hogy a gyerek inkább a sportban élje ki magát, mint a kütyüket nyomkodja, hogy telefont, tabletet és a többit adjunk a kezébe. Eleve az, hogy közösségben kerül, hogy hasznosabban tölti az időt. Látsz különbséget azok között, a gyerekek között, akik mondjuk sportolnak, és azok, akik kevésbé? Hát tudod jól, hogy nem tilthatjuk el a gyerekeket ezektől a modern eszközöktől, de ha már egy pár órára nem használja, vagy kevesebbet foglalkozik vele, sportol, az egészségével törődik, ennek a kettőnek egyezni, tehát össze kell, hogy érjen, tehát nem lehet az, hogy csak ezt fogja csinálni, hiszen a mai korban nagyon-nagyon fejlett minden. Én azt mondom, hogy a kettőt egészségesen, hogyha össze tudjuk egyeztetni, akkor az úgy lesz jó ebben a világban. Ha már említettük a ballagást, Bogi, te hogy tervezed a jövőt? Hát bevallom őszintén, még konkrét terveim nincsenek, szóval kérdéses számomra minden. Vannak opciók, de nekem is most nagyon dönteni kell, ugye, hogy merre, mifele hajlok. Nyilván szeretném folytatni a röplabdát, nagyon, csak tudom, hogy azért egy biztos háttér is kell a tanulás szempontjából, szóval egy diplomát is szeretnék, és most igazából ezen bajlódok a fejem, hogy ezt a kettőt úgy hozzam össze, hogy annak jó vége legyen. Uh-huh. Magyarul egy olyan egyetemet kell találni, ahol tudsz mellette röplabdázni is magas szinten. Igen. Tehát ugye ez nem egy egyszerű történet, de hát említetted, van plusz 40 pontod, úgyhogy szerintem válogathatsz majd az egyetemek között. Szívből gratulálunk nektek, és hát sok sikert kívánunk majd a folytatásban is. Én még szeretném azt elmondani, hogy alpolgármester úr a megnyitón mondta, hogy lányok, legyetek nagyon büszkék magatokra, hogy ide bejutottak. Mi nagyon büszkék vagyunk, a Vasvári Pál Gimnázium nagyon büszke a lányokra, illetve azt is mondta még, hogy mutassatok példát a többieknek. És én azt hiszem, hogy ez a hétvége példaértékű volt, akár a küzdésből, a csapatszellemből, a motiváltságból. És még azt szeretném megemlíteni, hogy az iskola vezetés, a Vasvári Pál Gimnázium nevelőtestületi dicséretben részesítette a lányokat, ami a legnagyobb dicséret egy iskolába. Ez azt jelenti, hogy ők ezt a kitüntetést átvették személy szerint igazgatóasszonytól az egész nevelőtestület előtt, és megtapsolt az egész nevelőtestület a gyerekeket, úgyhogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk. Gondolom, hogy jó érzés. Igen, nagyon jó érzés. És lehettek is. Igen. Szívből gratulálunk még egyszer, mint hogy gratulálunk egyébként a fiúknak is, mert ott meg a Széchenyi csapata vett részt, a diákolimpiai döntőben is 8. helyen végeztek. Hát sok sikert kívánunk majd nektek a továbbiakban is. Mi pedig akkor maradunk még egy picit a sportnál, mert hogy jégtusa versenyt rendeztek a városi jégpályán, és természetesen ott voltunk mi is.